üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő szeretne bocsánatot kérni, de miért és hogy viszonyulj ehhez, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a három kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Nagyon töpreng valami miatt a háttérben, itt vannak a hamisságok, és ez foglalkoztatja őt, de a harmadik kártya jelenti a változásokat. Változik a helyzet. Persze a gondolatok azt is jelentik, hogy ő gondol rád, de itt látható, hogy a háttérben vannak hazugságok, vagy valaki becsapja őt, de ő nem buta, és lezárja ezeket a kapcsolatokat, tehát változik a helyzet. Itt fent, jobb oldalon ez a három kártya mutatja azt, hogy közeledik hozzád. Itt a madarak jelentik a levegő elemét, tehát a könnyűséget, azon kívül a kommunikációt. Ő szeretne beszélni veled. A középső képen ez a hajó utal a reményekre, tehát így a beszélgetés útján jóra fordulnak a dolgok. Megvan rá a remény. Ez a hajó utalhat külföldre, külföldi kapcsolatokra, utazásokra, lehet, hogy lesz itt egy közös nyaralás. De ez az út lehet egy belső út és mély érzelmekkel. És mivel ő beszél, és érzelmekről is beszél, a közeljövőben elvárhatod azt, hogy ő nyitott egy párkapcsolatra, és kimutatja az érzelmeit. A harmadik kártyán a gólyák láthatóak, és azok szimbolizálják a változásokat, ugyanúgy, mint ahogy itt is látható volt. Gyakran a gólyák költözködésre utalnak. Ez a klasszikus tárókártya azt jelenti ennél a kirakásnál, miért akar ő bocsánatot kérni. Itt a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új ciklus kezdődik nálatok. Itt vannak a kelyhek, és azok jelentik az érzelmeket. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Ez lehet egy ilyen családias kapcsolat, de a gyermekeknek szimbolikus jelentése is van, és utalnak egy új kezdetre, ugyanúgy, mint a 10-es szám is. Amikor egy új periódus kezdődik, és mély érzelmekkel. Itt ez a kártya utal arra, hogy hogy viszonyulj hozzá. Ezek a virágos kártyák, ezek az én kártya csomagomból vannak. És azt jelenti, itt van egy közös életút, és ezt megtaláljátok. Amit még jelenthet, hogy te találsz valamit, amiért ő bocsánatot kell, hogy kérjen. Ez a három kártya azt mutatja, mi fog történni. Ez a szomorúság elmúlik, mert a halál eltávolítja ezt, és a harmadik kártya fog itt hatni, egy találkozás, egy közeledés, és ez vezethet házassághoz is. Ez a kártya itt lent, jobb oldalon azt mutatja, hova kellene odafigyelned. Itt lesz egy új kezdet, egy új irány. Élitek az álmaitokat. Azon kívül utal egy kreatív tevékenységre is, vagy egy közös alkotás. Utalhat munkahelyi változásokra is. Javul a helyzet. És most megtekintjük azt, mi várható a következő három hétben. A hold jelenti az érzelmeket, a mély érzelmeket. Itt megvannak az álmok, a vágyak, a remények, és ti szeretnétek élni az álmaitokat. A hold utal anyai érzelmekre is, tehát itt lehet egy kisbaba születése, ugyanúgy, ahogy itt a gólyák
utalhatnak erre, azon kívül jelenthet anyai témákat. És a második héten lesz itt változás. Itt javul a helyzet, minden rendbe jön, és ennek a kártyának, illetve ennek a fának van egy gyógyító ereje. Amennyiben betegségekről van szó, akkor itt megvan a gyógyulás. Viszont, ha egy bizonyos helyzetről, ami betegít titeket, itt is rendbe jönnek a dolgok. Azon kívül utal egy helyre, amikor úgy érzitek, igen, itt le tudok gyökerezni, oda érkeztem. És a harmadik hét itt látható. Ez a park utal a nyilvánosságra, tehát észrevesznek titeket, vagy kiderül az igazság, ez nyilvánosságra kerül. Amit még ez a park jelenthet, parkot, a természetet, vagy egy kirándulást, ami jót tesz számotokra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!